Sziasztok! Ezzel a botavirággal kezdeném az eheti videót. Hál' Isten, már az én kertemben is virágzik a bodza. Csak azért ültettem, mert nagyon szeretjük a bodzaszörpöt. Bár most olvastam, hogy létezik ilyen, hogy bodza pezsgő. Lehet, hogy kipróbálom. Megyek is tovább. Itt virágoznak, itt. És itt a rózsaloncok. Hát, ezeket nagyon szeretjük, nagyon szeretik a virágot, a méhek is, ezért van a kertbe, mármint a szépségük miatt, és a méhek miatt is. Ezt a nyári orgonát azért ilyen fényes, mert ez bizony a levéltetvek megtalálták. Hát ezt majd kezelni kell, de lehet, hogy hagyom, ahol van, aztán majd a katicák elintézik. Ez még annyira nem zavaró. Ha ide belenéztek, ez egy bíborlevelű koralberkeny sövény, amelyik épp már a virágzása végén van. Ez is egy örökzöld sövény, kicsit lassan nő, most ez 4 éves, és most olyan 1,5 méter magas, de folyamatosan vissza van vágva, és kellően sűrűvé tud válni. Tény és való, nem egy lejlan ciprus sűrűség, vagy gyorsaságú és ütemű, de szerintem egy kis kertben nem is való egy lejlan ciprus, ami 20-30 méterre is meg tud nőni. Mindegyik virága már hát ilyen barnás, alapvetően kezd elszáradni, de még azért így is szép, közel 2 hete virágzik folyamatosan. Itt a kenel környékén van illatos szagosbükköny, bocsánat, ő olyan borsószerű növény, az a másik pedig sarkantyúka, méghozzá futó verzió. Együtt ültettem őket, amelyik győz, az fog felfutni a kenelnek a kerítésére. A kisház elől eltűnt a palánta nevelő, most már csak ez a 2 cserép maradt itt, az egyikbe kövirózsa, a másikba pedig vinka van. A vinka és a pistéke között a különbség, hogy a vinka az napos, száraz helyet igényel, a pistike meg félárnyékos, alapvetően nedvesebb környezetet szeret. Menjünk tovább. Hát itt ez a bougainvillea, ez úgy döntött, hogy ő nem akar idén kihajtani. Szóval kuka. Elértem a paradicsom földhöz. A borsó már gyönyörűen virágzik, sőt hüvelyesedik. Ez a legkésőbb ültetett borsó, a másik kettő az már ehető vastagságú borsó hüvelyeket hoz. Ide a paradicsom közé én ültettem még egy olyan hónappal ezelőtt körülbelül sárgarépát, és én azt hittem, hogy a maggal van baj, azért nem nőtnek ezek a sárgarépák ki, míg nem, átmegyek a másik ágyáshoz. Az egyik videómban láthattátok, hogy itt ide ültettem uborkát. Na már most ezt az uborkát én már 2-szer láttam kinőni. Ez úgy történhetett, hogy 2-szer is már ültettem ide uborkát. És mind a 2-szer a rigók, vagy valami más madár, nem tudom melyik lehet, rigókra gyanakszok, azok kieszik a friss hajtásokat. Szóval most képzeljétek el, úgy jártam, hogy kénytelen vagyok uborkát külön palántázni, nem tudok egyszerűen szabad földbe vetni, mert ezek a rigók úgy döntöttek, hogy ők az én ágyásomat tekintik éléskamrának. Megjegyzem, van külön
madáretető a közelbe, van külön madáritató a közelbe. Lehet, hogy jövőre ezeket felszámolom, mert hát ezek itt kiesztik az uborkát, meg a, sőt, nem csak az uborkát, a cukkinimat is kieszik. Ha nem ültettem volna külön el cukkini palántát, hát most igen csak gondba lennék. Mint mondtam, ez a második, másodszorra ültetett borsó, ez már teljesen lehúzza, annyira sok a borsó rajta, hogy már lehúzza. Természetesen még nem vastagodott meg. És itt az én, hát, kísérletem, ez a krumpli föld. Hát látjátok, hogy van itt fűnyesedék, apríték, mindenféle levél, és nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, ha nem emlékeztetek, nézzétek meg az előző videókat. Januárban ebbe csak levél volt, és január, és én ezt ősszel úgy csináltam, hogy a teljes ágyás magasság, ez tele volt levéllel. Januárra ez ugyan 3/4 összeesett, feltöltöttem gyepszellőztetés során keletkezett gyeppel, megint teli. Aztán elültettem a krumplit, és utána újra raktam gyepnek ezt a fűnyesedékét. Most meg már van rajta a faapríték is, egyszerűen folyamatosan tűnik el, mármint hogy komposztálódik el ez a zöld hulladék, nevezzük hulladéknak, vagy zöld javak, ahogy nem is tudom, valamelyik kertész emlegeti őket. Szóval folyamatosan tűnik el ebből az ágyásból maga, amit belerakok. Közben meg a krumpli, hát valami félelmetesen szépen növekszik. Nekem ilyen szép krumpli még sose volt. Az már látszik, hogy jövőre a cukorborsó nem fog ide kerülni, mert ez csak így, hát ilyen nagyon holosan kelt ki, és hát megjegyzem, hogy ahogy kikelt, az is hát eléggé rossz helyen, nem itt kellett volna. A természet úgy döntött, hogy felülírja a számításaimat. Megjegyzem, hogy azért ott az a rózsaszín virág, ott az a hagymának, a snidling hagymának a virága. Szofi kutya elfáradt, és hol fekszik? Természetesen a hagymába. Most csapja nagyon, de hogy csapom. Ott a legjobb feküdni. Teljesen tönkre vágta a vörös hagymát. Hát ezek itt a szőlőim. Jó részt már a zöldmunkát elkezdtem. Hát van olyan szőlő, például ő, amiben jövőre nekem oltani kell, mert ez a szőlő nem nagyon akar teremni. Azt hiszem, ez a Vénusz nevezetű szőlő. Sokat nem terem a többihez képest. Most lesz rajta egy fürt talán. Ellentétben mondjuk a Fannival, ami itt van, ez 8-10 fürtet is hoz, és egy fürt másfél-két kiló. A fokhagymák hátul teljesen jól növekednek, ami ott van, pontosítok ott, nem tudom, jóra mutattam-e, azok, amik ilyen gubósak, azok az elefánt fokhagymának a gubói, sose neveltem, ez az első év nálam, kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek be, ezek a gubókból mit lehet csinálni, lehet, hogy ezek magok lesznek, és akkor azokat újra el lehet vetni, nem tudom, tényleg nálam ők újdonságok. Hát itt vannak a hagymák. Alapvetően a nevelőbe bejöttem a fóliasátorba. Hát itt vannak a tartalékpalánták, van egy kis szentesi paprika, rómusz, lugas, nem is tudom, ökörszív, meg tampa nevezetű paradicsomok. Meg itt aztán paprikák, mindenhol. Itt ebbe
növekednek az uborkapalánták, amiket a rigók kiettek. Ott háttérbe karalábé palánták lesznek majd. Azokat is a héten ültettem. Remélem még az idén beérnek. Úgy röviden ennyi van az üvegházba, vagy se ebben a kis fóliasátorban. Most már sok minden tényleg csak ilyen tartalék, hát ha bejön valami nagyon-nagyon rossz időjárás, és akkor tudjak valamit kezdeni, legyen még mihez nyúlni. Ugyanakkor, hogy ezeknek a sorsa, mi lesz ezeknek a palántáknak, hát valószínű, hogyha tovább nőnek, akkor elajándékozom majd őket szomszédságba, vagy rokonságba. Kidobni semmiképp nem szeretném őket. Menjünk tovább. Itt van a fűszertorony. A fűszertoronyba már kikelt a bazsalikom, amit ültettem, amit levágtam, majorannát és citromfővet újra hajt. A kamilla virágzik, és milyen érdekes, hogy a kamillát megtámadták a tetvek, de a tetvek nem mentek át egyáltalán a ribizlibokorra. Itt a málna környékén lehet hallani, hogy döngicsélnek a méhek. Idén úgy látszik, jó éve lesz a málnának nálam. Nagyon sok málnát hoz ez a pár tő. Itt a következő kísérletem, nem tudom mennyire látszik, amiket ültettem, paprikapalántákat még február közepén, azok most úgy döntöttem, hogy kiültetésre hát károsztatom őket. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ebbe a fokhagyma erdőbe egyáltalán valamire jut majd a paprika. Hát nem tudom, hogy mennyire látszik. Nem. A sok fától nem látszik az erdő, mondhatnám. De inkább a sok fokhagymától nem látszik a paprika. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a kísérletem ez hogy sikerül. Egyáltalán tényleg fog-e teremni ez a paprika valamit is. A fagyos szentek azért szerintem nálam is okoztak kárt, vagyis én arra gondolok, hogy ez a sárulás itt a levélen, ez a kiültetésnek az eredménye. Nem vagyok benne teljesen biztos, mert általában az ilyen fagyás, az inkább itt látszik jól, nem tudom, hogy mennyire látszódik, hogy ilyen kékessé válik a levélnek a széle. Na mindegy, szóval azért nálam is okozott némi problémát ez a fagyos szentes dolog, de hál' Isten a paradicsomok viszonylag jól átvészelték. A karfiolok meg teljesen jól, azok csak nőnek továbbra is. Ez a nyesedék, ez a faapríték, ezeket most raktam rá, mert épp egy barkabokrot nyírtam meg, és gyorsan a leveles fát, azt úgy, hogy van, ide rászórtam a prittéknak az ágyásra. Az ampollákat fölakasztottam már, egész szépek lettek, egész jól begyökeresedtek. Hátul ott már egész jól elkezdett nőni a szúnyogriasztó növény, megint elfelejtettem nevét, valamilyen kakas taréj, vagy valami hasonló, nem tudom pontosan. Az idei tavaszunk, ha nem is a legszárazabb, de szerintem az egyik legszárazabb tavasz az elmúlt 10-15 évben. Nem nagyon emlékszek, hogy ilyen száraz tavasz lett volna az elmúlt 10 évben, ezért nagyon fontos az öntözés. És hát ez a kertbemutatóhoz hozzátartozik szerintem, hogy megmutassam, hogy én például a szőlőt mivel öntözöm. Ez a fekete habos trutyis valami, ha megkapargatom, akkor látjátok, hogy az aljában van valami ilyen zöld hulladék. Hát ez vagy csalán, vagy fekete nadájtő, vagy citromfű,
Ezek mind, ami itt a kertembe keletkeznek, és vannak, mint gyógynövények, vagy éppen nem biztos, hogy gyógynövények, például szofiszőr, ezek mind benne vannak ebbe a lötyibe. És van ez a másik edény, ezt úgy szoktam csinálni, hogy ez egy olyan, azt hiszem, 12 literes edény. Ebbe az edénybe egy ilyen befőttes üvegi ilyen lötyit rakok. Szofit nagyon érdekli, hogy mit csinálok. És ezzel a fekete lével én megöntözöm a szőlőket. Nem tudom, milyen az összetétele. Nem tudom, milyen a kálium, nátrium, nitrogén, magnézium, mindenféle tartalma. Viszont nagyon jó hatással van a szőlő növekedésére, és nagyon jó hatással van a szőlő termésre is. Most, hogyha kivettem egy ilyen befőttes üveggel, ebbe a nagyba kettőt szoktam rakni, hogy azért legyen benne kellően. Pótolni is fogom. Most például vettem kamillát, málna levelet. A málna levél nagyon fájdalomcsillapító, orvosi zsáját és csalánt, és még fogok belerakni megint citromfüvet. Ezt megint belerakom, és 2-3 hét múlva megint ki tudom önteni egyfajta trágyaléként a szőlő alá, és ezt a trágyaleves öntözést 2-3 hetente megismétlem. Hát egyetlen egy problémája van ennek a trágyalének, hogy hát igen szagos. Ezt el kell viselni. Viszont a növények nagyon szeretik. Nagyon sűrűn, nagyon tisztán azért nem szabad adni, mert ez tényleg elég sok tápanyagot tartalmaz, és kiégetheti a gyökerét a növénynek. Itt az előre palántázott cukkini, mellette az a sötétebb zöld, az a szabadföldbe elvetett, az valahogy megúszta. Ott a görögdinnye, ami szintén megúszta. Az, hogy ez miért ilyen halvány zöld, hát sejtésem szerint az a palánta föld, szóval sejtésem szerint az a föld, amiben ültettem, az kevés tápanyagot tartalmazott a cukkininek. Ezért is ültettem ki, úgy terveztem, hogy ebbe a virágcserébe fog nőni, de annyira sárga volt a level, hogy inkább azt mondtam, hogy akkor jó, akkor kiültetem, mert ennek nem szabadna ilyen sárgának lennie. Mint látjátok, azért alul már megjelentek a virágok. Remélem, egy-két héten belül ebből a cukkiniből már tudok enni. Röviden ennyi volt a májusi körkép. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. További szép napot. Sziasztok!